Minden egyeztetésre és a lakossági fórumra is kapott meghívót a polgármester, hangsúlyozta Berta Krisztián a kibeszélőben. Mint ismert, mint egy 900 millió forintos vízi közműhálózat, rekonstrukció indul a Platán soron és a Teleki úton. Balog László a közösségi oldalán kritizálta Ciráki nép Akulár Juditot, mondván a városfejlesztő ügyvezetője nem avatta be a beruházás részleteibe és a lakosságot sem tájékoztatta a kellő időben és megfelelő módon. Kedeste osztotta meg a helyi Fidesz posztját a városvezető, megjegyezve azt is, hogy a Teleki utcára már múlt héten kikerültek a 30 km per órás sebességkorlátozó táblák a Trafibox közelében. A Fidesz délzel az írásában már azt a kérdést is felteszi, vajon húsvéti ajándéknak szánta az ügyvezető az esetleges büntetéseket. A tegnapi kibeszélőben is érintették a témát Tarmihály vendégei. Berta Krisztián hangsúlyozta, a Fidesz mindig szóvá teszi, ha az éve politikusai nem mennek el egy megbeszélésre. Ehhez képest az önkormányzati képviselő szerint Balog László a megkeresésük ellenére folyamatosan távol maradt a projektegyeztetésekről. Lehetősége lett volna a polgármester úrnak, illetve a fideszeseknek is tájékozódni, hiszen azt tegyük tisztába, hogy a Teleki utcán nem teljes egészében hogy én vagyok a képviselő, hanem a tavasz rózsa kereszteződésig, és azon túl már Fideszes képviselője van, bocsánat a körzetnek, de nem igazán láttuk ebben a témában sem az aktivitását képviselő úrnak, ahogy frakciójának és polgármester úrnak sem. Amire a polgármester úr hivatkozik, hogy ő nem tudott semmiről, csak el kellett volna olvasni az e-mailben a meghívókat a folyamatos egyeztetésekre és a lakossági fórumra is, hiszen sem egyeztetéseken nem képviselte magát polgármester úr, sem pedig a lakossági fórumon. Az a vád is érte kormány oldalról a városfejlesztőt, hogy a lakosságot sem tájékoztatta a projektről. A Kanizsa Médiaház először 2022. szeptember 23-án számolt be arról, hogy nyert a projekt. Tavaly november 2-án arról is hirtattunk, hogy megtartották az első egyeztetést, ezen Balog László nem vett részt. Legutóbb pedig forgatunk a lakossági fórumon is, amit március 27-én tartottak. De a megyei napilap és az alakocka is beszámolt arról, hogy április 3-án elkezdődik a munka. Ami az esetleges büntetéseket és a 30-as táblákat illeti, megkerestük a rendőrséget, de azt a választ kaptuk, hogy erről a témáról a Vármegyei Kapitányság hivatalos választ nem adhat ki. Úgy tudjuk, a trafiboxot nem állították át, és valószínűleg a munkálatok idejére más helyszíre fogják helyezni.